13 évvel a bundabotrány kirobbanása után született ítélet abban az ügyben, amelyben nemzetközi meccsek manipulálásával vádoltak magyar játékos szervezőket, bírókat és a fogadási maffia távol-keleti vezetőjét. A bundaperek közül ez az első olyan ügy, amelyben kimondták, hogy tényleg bűnszervezet volt a nemzetközi hálózat, ezért súlyos, letöltendő fegyházbüntetéseket kaptak a vádlottak. Most 13 mérkőzés befolyásolását látták bizonyítottnak, a legtöbbet, 2 millió eurót egy olasz meccsen kerestek. Észtország-Bulgária barátságos mérkőzés 2011. február. A 20. percben 11-est ítélt a bíró az észteknek. Aztán nem sokkal később a bolgárok lőhettek büntetőt, majd megint az észtek következtek. A bíró, Lengyele Kolos, még a végére is befújt egy 11-est a bolgárok javára. A végeredmény 2-2 lett. A magyar játékvezető és a szintén magyar partjelzők teljesítették egy nemzetközi fogadási maffia megrendelését. Az elvárt eredmény született. Ismertette a vádat 2014-ben a központi nyomozó főügyészség. A bűnszervezet azért jött létre, és a célja az volt, hogy szerte a világon a fogadóirodák által kínált labdarúgó mérkőzésekből kiválasszanak olyan mérkőzéseket, amelyekkel kapcsolatban reális esélyük volt arra, hogy azok eredményét a velük kapcsolatban álló vesztegetésre és ezáltal a mérkőzések manipulálására hajlandóságot mutató játékvezetők, játékosok, edzők segítségével befolyásolják. Ebben az ügyben 2011-ben volt a vádemelés. A tárgyalás 2014-ben kezdődött a fővárosi törvényszéken. Most 2022-t írunk, és még csak most jutottunk el az elsőfokú ítéletig. Nagyon-nagyon régi cselekményről van szó, tehát több mint 10 éves időmúlásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az elévülési időt meghaladó volt. ...2009-ben robbant a bundabomba Németországban. A Bochumi ügyészség 29 ezer mérkőzés kockázat elemzése alapján 380 mérkőzés végeredményét találta gyanúsnak. Összesen 425 játékost, bírót, edzőt, sportvezetőt gyanúsítottak meg azzal, hogy részt vettek egy világméretű fogadási csalásban. Szingapurban volt ennek a bűnszervezetnek a központja. A fogadási maffiát egy szingapúri férfi, Tan Si Eng irányította. A bűnszervezet ügynökei piramisszerűen behálozták Európát, Dél-Amerikát és a távol-keletet. A helyi, úgymond rezidensek adták a tippeket, hogy melyik csapatot képesek lefizetni és ezzel meccseket manipulálni. A bundabotrány Magyarországot is elérte. Összesen 45 terhelttel szemben emeltünk vádat 32 manipulációval érintett meccs kapcsán a fővárosi törvényszéken. 2011-ben sorozatos letartóztatások történtek. A híradások tele voltak bilincsben vezetett focistákkal. Az ügyészség végül 6 elkülönített eljárásra bontotta a szerteágazó bűnszervezet ügyeit, és több mint 50 ember ellen emelt vádat Magyarországon. Köszönjük. Az első büntetőper 2013-ban kezdődött a fővárosi törvényszéken. Ebben az ügyben a Reac 14 játékosa, a vezetőedző, illetve a fogadási maffia két magyarországi vezetője, Kenesei Zoltán és Lázár Mátyás, korábbi focisták kerültek a vádlottak padjára. A manipulációért felajánlott összeg rendszerint 2000-2500 euró volt játékosonként. A Reacnál 2007 és 2009 között legalább 6 mérkőzést manipuláltak. Ebben a büntetőügyben 2017-ben született jogerős ítélet. Senki nem kapott letöltendő börtönt. Heten felfüggesztettel megúzták, mások pár százezer forintos pénzbüntetést kaptak, kettő játékos ellen pedig elévülés miatt megszüntették az eljárást. De a bundázás tönkretette a csapatot. A Reac az NB1-ből a harmadosztályba csúszott, Kutasi Róbert klubvezető pedig az öngyilkosságba menekült. Nézzük a következő ügyet. Ezeken a 2009-es archív felvételeken a Siófok a Honvéddel, a Kaposvárral és a Zalaegerszeggel játszott meccsei láthatók. Mindegyik esetben a beszervezett siófoki játékosok arra kaptak megbízást, hogy a csapat legalább 2 góllal kikapjon. Többnyire másoktól is az volt az elvárás, hogy veszítsenek. A Siófok mellett a Diósgyőr és a Kaposvölgye mérkőzéseit manipulálták. Ebben a büntetőperben 23 játékost,
Egy edzőt és egy klub tulajdonost vádoltak meg azzal, hogy 10 magyar mérkőzés eredményét befolyásolták. Itt sem kapott senki letöltendőt. Heten megúszták felfüggesztettel, 9 pénzbüntetéssel, és rövidebb időre eltiltották őket a labdarúgástól. 2 focistát próbára bocsátottak, 5 embert pedig felmentettek. Térjünk vissza a fővárosi törvényszékre, ahol az elmúlt héten egy másik elkülönített bunda ügyben született elsőfokú ítélet. A jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó Tanszeteng elsőrendű vádlott bűnös, Kenesei Zoltán másodrendű vádlott bűnös, Lázár Mátyás harmadrendű vádlott bűnös. Ismerős nevek. Kenesei és Lázár ebben az ügyben is kulcsfigurák voltak. Kenesei Zoltán, Lázár Mátyás szintje volt az, aki a manipulációkat, a mérkőzések manipulációját szervezte. Ők ajánlottak meccseket Tanszetengnek, illetve intézték a vesztegetést, megkeresték a játékvezetőket, illetve adott esetben játékosokat, és akkor a futárok segítségével el is juttatták hozzájuk a pénzeket. Megint felbukkan a szingapúri férfi, de a nevén és egy régi körözési fotón kívül nem sokat tudni róla. 2014-ben a tárgyalás a távollétében kezdődött. TSZ-nk tartózkodási helye ismeretlen, bár nem hivatalos információnk van arról, hogy esetleg Szingapúrban tartózkodhat. A fővárosi törvényszék vele szemben nemzetközi elfogató parancsot bocsátott ki, ami ez idáig nem vezetett eredményre. Ez a büntetőper azért indult, mert az ügyészség szerint a fogadási maffia magyar játékvezetőket, illetve külföldi játékosokat vesztegetett meg sikerrel. Jött az 1/7 tényállási pontban szereplő mérkőzés, a bizonyos A-osztályos olasz bajnokság meccse, amit Kenesei Zoltán szerényen csak úgy fogalmazott, hogy fölértünk a csúcsra. A Lecce Láció 2-4-es eredménnyel záródó mérkőzés. Az első osztályú olasz bajnokságba is beépültek. A szindikátus 600 000 eurót küldött magyar pénzfutárokkal a Lecce 6 játékosának a megvesztegetésére. Az volt az utasítás, hogy a csapat veszítsen. Nézzük a meccset. A mérkőzést 2011 május végén játszották. Végül a Lecce-Láció találkozó 2-4-es eredménnyel zárult, a bűnszervezet pedig óriásit kaszált. Miután a mérkőzésen a tervezett manipulációnak megfelelő eredmény született, hogy a fogadások eredményeképpen a bűnszervezet tiszta összbevétele a fogadóiratoknál kártként jelentkező mintegy 2 millió euró volt. Egyetlen manipulált meccs nyeresége mai áron számolva több mint 700 millió forint. De a többi megbuktázott mérkőzés is elképesztő nyereséget hozott. Körülbelül 400 000 eurós nyeremények voltak így meccsenként. Mondott összeget arra, hogy 300 000 euró volt az, amivel alatt nem is volt érdemes foglalkozni a meccsekkel. Ebben a mostani ügyben összesen 13 mérkőzés szerepel, közöttük 3 finn bajnoki összecsapás. A Rovaniemi finn csapat meccseit próbálták manipulálni, és ehhez a csapatban játszó külföldi játékosokat szervezték be. Sőt, a fogadási maffia megpróbált felvásárolni 2 finn csapatot, amit saját idegen légiósokkal tervezett feltölteni. Olyan játékosokkal, akik eleve az elvárt eredményért és nem a győzelemért léptek volna pályára. Aztán már nem csak a csapatokat manipulálták, hanem mélyen beépültek a labdarúgás versenyrendszerébe. Alapítottak konkrétan olyan cégeket, amik arra szakosodtak, hogy felvegyék a kapcsolatot a labdarúgó szövetségekkel, és úgy adják elő magukat, mintha ők szerveznék ezeket a tornákat, és ennek keretében kérték ki például a bírókat. Ezekre a saját szervezésű bajnokságokra saját bírói gárdát utaztatott ki a fogadási maffia. Olyan magyar játékvezetőket és partjelzőket, akik jó pénzért az elvárt végeredményt hozták. Ilyen volt a riport elején látott Észtország-Bulgária találkozó, vagy egy különösen botrányosra sikeredett Argentina-Bolívia mérkőzés. Ami ugye azért volt nevezetes, mert 103 percig tartott, és ez kifejezetten a fogadások miatt volt így, mert ugye arra fogadtak, hogy egynél több gól ne essen, és hogy Argentina fog győzni. Elárulom, Argentina győzött. A kékfény a YouTube-on találta meg a híres hírhet utánpótlás meccset, amelyet 2010-ben játszottak.
A kép minősége nem a legjobb, de azért látni, mi történt. A meccset lengyel Kolos vezette, illetve irányította. Argentin győzelem volt az elvárás, de a rendes játékidőben ez nem jött össze. Mikor már nagyon kínos volt az időhúzás, lengyel Kolos a 103. percben egyszerűen befújt egy 11-est az argentinok javára, a bolíviai játékosok heves tiltakozása ellenére. A magyar játékvezetőt a csendőröknek kellett megvédenie, a játékosok és a szurkolók haragjától. De megtette kötelességét. Átszámolva nagyjából 2 millió forint volt a jutalma. Lengyel Kolos volt az, aki azt mondta, hogy hát ő, hogyha úgy érzi, hogy most már nem jut előrébb, akkor most már legalább gazdagodjon meg ebből, vagy legalábbis kapjon érte pénzt, úgyhogy ő ezért vállalta be ezt a manipulációt. Lengyel Kolost később letartóztatták, de nem bírta a fogvatartást. Önként jelentkezett, hogy elmondjon mindent a nyomozóknak. Ő lett az ügy egyik koronatanúja. A másik Horváth Gábor labdarúgó, aki közreműködött a vesztegetésekben. Szintén menteni akarta a bőrét, ezért részletes térképet rajzolt a szervezetről. Sok magyar név van feltüntetve, ő pontosan lerajzolta, hogy melyik csapathoz milyen nevek tartoztak, tehát kik voltak benne a mérkőzés manipulációkban. A harmadik perdöntő vallomást egy szingapúri férfi tette, aki belülről és részletesen ismerte a maffia működését, mivel ő is főnök volt valamikor. Wilson Rhyme perumál magát, szerényen csak a bunda királynak nevezte, ezt tudjuk, hogy írt is erről egy könyvet ezzel a címen, hogy én a bunda király. A fogadási maffia három bűnbánó tagja lett az ügy koronatanúja. Vallomásuk után elengedték őket. A központi nyomozó főügyészség ebben az ügyben nem emelt vádat ellenük, ezért nincsenek itt a tárgyaláson. A szingapúri Tan Si Eng szökésben van, azért nincs itt. De nem jött el Kenesei és Lázár sem. Először nézzük a szingapúri maffia vezérbüntetését. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 7 év fegyházbüntetésre. A bíróság bizonyítottnak látta a fogadási csalásokat és a vesztegetést Kenesei Zoltánnál is. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 7 év fegyházbüntetésre, 300 napi tétel pénzbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra és 10 évre a labdarúgás körébe tartozó foglalkozásoktól, különösen labdarúgói, játékvezetői, játékos ügynöki tevékenységtől eltiltja. Lázár Mátyás szintén letöltendő szabadságvesztést kapott. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 6 év fegyházbüntetésre. A pénzfutárok és a lebukott játékvezetők is 3-4-5 év fegyházat kaptak. Az eddig tárgyalt buntaügyekben most először fordult elő, hogy a bíróság bűnszervezeti működésnek ítélte a fogadási maffia tevékenységét. Nem alkalmi csoportosulás volt, hosszabb időre szerveződött, hierarchikusan. Az ügyész ennél súlyosabb büntetéseket akart, ezért fellebbezett. Aztán indítványozta, hogy a vádottakra legalább rakjanak nyomkövetőt, nehogy megszökjenek a büntetés elől. Ennek a bíróság részben helyt adott. A bíróság Kenesei Zoltán másodrendű és Lázár Mátyás harmadrendű vádlott őrizetét elrendeli. A most kiszabott elsőfokú ítéletet a vádlottak sem fogadták el, tagadják a bűnösségüket. Védőik felmentést vagy enyhébb büntetést kértek, ezért ők is fellebbeztek. Az ítélet nem jogerős, a bundaügy másodfokon folytatódik.